Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Először nézzük híreink tartalmát röviden. Váltás! Új káplán érkezett a Keresztelő Szent János plébániához. Fertőtlenítőszer a központtól. Nem tartja elegendőnek az érkezett csomagot a város vezetése. Szentendrei építészeti szalon új előadássorozat nyílik a Ferenci Múzeumban. Elbúcsúztatta a Szentendrei Katolikus Egyházközség a Keresztelő Szent János plébánia káplányát, Bacsa Dávidot. Múlt hét pénteken tartotta meg utolsó szentmiséjét a szentendrei híveknek, ettől a szeptembertől már a Keszthelyi II. Kis Szent Terész plébánián teljesít szolgálatot. A helyét Lakatos Bence veszi át, aki ezelőtt az újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit plébánia káplánja volt. Én köszönöm, hogy Jézus követségében járva megmutattad a szentségeken keresztül nékünk az Atyát. Azt kívánom, hogy új helyeden, Keszthelyen is meg tud mutatni híveidnek az Atyát. És a hívek nevében fogad ezt a csekély ajándékot tőlünk, egy hordozható számítógép, laptop, nagy tárhelyjel. Nem ez volt az egyetlen búcsú ajándék, amivel meglepték a távozó káplánt pénteken este. A többi mellett a gyermekek rajzokkal készültek szeretett papjuknak. Bacsa Dávid könnyen megtalálta a közös hangot itt, Szentendrén, akár a fiatalokkal is, szabad idejében focizott a helyi gyerekekkel. Blankenstein György plébános szerint a humora kiváló, mindig vidámsággal árasztotta el a helyi közösséget. Én nem voltam vallásos gyermek, meg voltam keresztelve, de hát a szüleim halálsérültek voltak, és nem volt így az állami iskolában úgy hittan, amely járhattam volna, és egyszerűen éltem magam gimnazista életét, mint mindenki a barátaim közül, és egyszerűen 16 évesen felismertem egyszerűen, hogy az Isten ott van az életemben, akit észre se vettem. És egyszerűen, hogy az Isten ott volt végig, és nem volt messze, hanem itt volt velem, csak nem vettem észre. Ahogy József Attila mondja, megkerültem, és Isten itt állt a hátam mögött, és megkerültem érte a világot. És erre a szeretetről akartam tanulságot tenni. Persze figyelni kell arra, hogy a megtérés örömben ne legyen a hivatással való összetévesztés, úgyhogy nem véletlen, hogy a papi szeminárium így 6 év, hogy ez így kiforjon, lecsengjen. És hát én bejelentkeztem, hogy pap szeretnék lenni, barátaim elfogadták, anyukám annak örül, hogy én boldog vagyok, és lement egy gimnázium, maradik 2 éve, majd a papi szeminárium, és hogy az, hogy az út alatt az emberi kapcsolatok így szépek voltak, nem esültek, volt pozitív visszajelzés, tudta az ember, hogy a helyén van, meg hogy úton van, jól alszik esténként, és bizony minden nap más. Mert mindig másokkal találkozunk, és mindig vannak új lehetőségek. Még azokkal is, akikkel talán nap mint nap találkoznánk, de éppen így az, hogy kicsit jobbá tegyük a környezetünket, a Isten világunkat is, és meg is éljük az Isten országát. A korábbi szentendrei káplán Szegeden született, és a Veszprémi Egyházmegye szentelte pappá még 2017-ben. Pályafutása kezdetén hallássérültekkel foglalkozott Budapesten. Amikor én Veszprémbe kerülhettem volna, akkor a Pomázi plébános volt az országos hallássérült referens, aki megkért a veszprémi érseket, hogy ne hívjon engem vissza az egyetem után, hanem engedje meg, hogy Pomázba legyek kisegítő lelkész. És akkor én elkezdtem közben hát a Kálnő Jogi Intézetben a doktorátust, és akkor gyakorlatilag úgy jártam be a jogi karra, hogy a halálsütekkel is foglalkoztam Pesten, és amúgy Csobánkán is Pomázon voltam. Így eltelt így másfél év, és az atya, aki engem áthívott, megkérte, hogy legyek nála, ő bekerült Budapestre. És egyedül nem maradhattam Pomázon, mert azért 26 évesen, azért 20 ezeres város, 2 alapítvány, 5 ingatlan, azért még megvan mindenki maga ideje. Azért felhívtak, hogy átmennék a szomszédba Szentendrére.
És én mondtam, hogy hát én új misés vagyok, természetesen megyek, hova küldenek, és úgy kerültem Szentendrére. És most Esztergomban 5 papot szenteltek, Veszprémben meg nem szenteltek, de egy hendvegye számára szükség van az emberekre, és hazahívtak is. Hát, és a papi létforma egyik kulcsa az engedelmesség, az, hogy ha menni kell, akkor menni kell. És mégis az örömöt ott kell megélni, ahol éppen vagyunk, független attól, hogy merre visz minket a gondviselés. Az egyházmegyékben az a szokás, hogy a papok áthelyezése általában nyár végén történik. A helyezés a főpásztor joga és feladata. A Szentírás szerint az ugyanan áthelyezett papok Isten ajándékai. Ne szomorítsuk meg a szent lelket azzal, hogy nem fogadjuk be őket. A Szentendrére érkező káplánt az Esztergomi Egyházmegye szentelte pappá 29 éves korában, 2014-ben. Én Budapestről jöttem, és Leheltérről, és pont tegnap, ahogy jöttem föl, volt egy kis dolgom Budapesten, megszámoltam, hogy hányféle módon lehet megközelíteni a hívállomást. Egész jók az arányok, és még Budapestre följutni nem is olyan vészes. Egészen új élmény itt lenni, és nagyon örülök neki, mert eddig mindig Budapesten szolgáltam, és olyan jó újra úgy megélni az Isten szolgálatát, hogy nem egy ilyen nyüzsgő városban, hanem egy kicsit ilyen nyugalmasabb helyen. Na, végtelenül hálás vagyok érte. Bevallása szerint szeret gyerekekkel foglalkozni, velük együtt nevetni, és a hitét vidámon átadni a fiatalabb korosztálynak. Amikor már biztossá vált, hogy Szentendrére kerülök, akkor megnyugodtam. Megnyugodtam, hogy ide kerülök, hogy érdekes, hogy már jártam itt papként egyszer-kétszer, és eddig, ahol úgy olyan intenzívebb élmények értek engem, mindig oda kerültem. Nem tudom, mi lesz a következő hely, de akár Leheltér, akár Krisztinaváros, akár Terézváros, mind-mind olyan hely volt, ahol úgy valami nagyon megfogott, valami nagyon emlékezetes dolog történt, és így volt ez Szentendrében is, és olyan furcsa volt, hogy a Jóisten valahogy úgy rendezte itt a döntéshozók szívét, gondolatait, hogy ide kerüljek. Ami nagyon tetszik nekem Szentendrében, hogy egy ilyen régi, ilyen gyerekkori vágyamat úgy betölti. Nagyon sajnáltam sokáig, hogy nem élhettem abban a korban, ilyen 20-as, 30-as években, amikor még állt a Tabán Budapesten. És ahogy így járok kelek itt Szentendrén belül, hát ugyanez jön velem szembe, ez a tabáni hangulat, ezek a kis utcák, sikátorok, kis lépcsők, kereszt a domtetőn, templom, és sok utcanév is ugyanaz, Apród utca, vagy akár Kereszt utca. Nagyon érdekes, hogy mennyire sok párhuzam van a két település között. Nagyon örülök neki. A katolikus közösségekben a nyár a pihenés mellett egy másik sajátosságot is hordoz, a papi áthelyezések időszakát. Azt is megtudhattuk, hogy a váltást és a változásokkal teli időszakot hogyan éli meg a 2 évig Szentendrén szolgálatot teljesítő fiatal káplán. Az ember azokkal kell foglalkozni, akik körülveszik. És lehet nosztalgiázni, hogy mi volt a volt helyen. De az új helyen más emberek vannak. Más feladatok vannak, más az iskola hálózat, egyháziskola, nem egyháziskola, cigány közösség, halássűtek, fogyatékkal élők, mindig új és újabb kihívások vannak, úgyhogy nem lehet összehasonlítani a plébániákat, hanem egyszerűen van egy feladat, ahhoz bizony fel kell nőni. Ugye a pap egy univerzális ember, ami feladat adódik, ahhoz kell hát adni magunkat, és ugyanazzal az őszintességgel, ugyanazzal a nyitottsággal, ugyanazzal a hittel.
nem szokás a régi helyre visszajárni, éppen azért is, hogy az új emberekkel ismerkedjen meg az ember, ne azt lássák az új helyen, hogy visszakötődik a régiekhez, a régi helyen is érezzék azt, hogy az új atyát szeressék meg, az őnek is egy Isten kapcsolata, ami egyedivé teszi őt, és rajta keresztül is megtapasztalni ugyanazt az Istent, aki megérint bennünket. De viszont Magyarországon nincsenek távolságok, és aki kirándulni jön a Bakonyba, vagy esetleg a Balatonra, azt én nagyon örömmel, szívesen látom. Egy kolostorban lakom, akármint a kolostorban, rengeteg vendégszobánk van, úgyhogy igazából a tanítványság nyomán hát mindig örülünk annak, hogy tanítvány a tanítványa találkozik. A miserendek szeptembertől néhány változtatás mellett hasonlóképpen alakulnak, mint korábban. Hétköznapokon, szerda este kivételével, két szent mise van, reggel 7:30 és este 6:30. A vasárnapi szentmisék reggel 7:00, 9:00, valamint 12:30 és este 6:30 kezdődnek. A vasárnap 7 órai szentmisét a plébánia templomban, a többi istentiszteletet a Péter Pál templomban hallgathatják meg a hívek. Fertőtlenítőszerekből álló csomagot vehetett át szeptember 1-én az önkormányzat az Állami Egészségügyi Ellátóközponttól. A kísérő levélből nem derült ki, hogy a járvány második hullámában számíthat-e még az önkormányzat további központi védőfelszerelés és védőeszközellátásra. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont csomagja 89 liter kézfertőtlenítőt és 25 liter felületfertőtlenítőt tartalmazott, de ugyanakkor arcmaszkokat, kesztyűt és egyéb védőruházatot nem foglalt magába. Az óvodák és bölcsödék számára megközelítőleg 2 hónapra elegendő az a mennyiség. Ha a többi intézménynek is ebből biztosítanánk, akkor takarékos felhasználás mellett 1 hónapra lenne elég, mondta Elek Zsófia, a polgármesteri kabinet vezetője. Készítsünk együtt egy nagy festmény Szentendréről. A templomdombon kifeszített vászorra fessük meg együtt Szentendre éjjel-nappal képét. Így szólt az a felhívás, amelyre felnőttek és gyerekek egyaránt jelentkezhettek augusztus 30-án vasárnap. Színek, minták, anyagok és struktúrák zenével fűszerezve, ez várta augusztus utolsó hétvégéjén azokat, akik kilátogattak a templomdombra, hogy részt vegyenek Szentendre megfestésén, amely a Szentendre éjjel-nappal nyitva programsorozat keretén belül valósult meg. A mű elkészítésében Zarubai Bence képzőművész, a Szentendrei Grafikai Műhely műhelymestere segítette az alkotni vágyókat. Ez az alkotás, ez tennap reggel 10 órakor kezdődött, és kifeszítettük ezt a nagy vásznat, ez egy 4 méter x 1,5 méteres vászon, sima festővászon, akrilfesték, keverőtálak, és jöttek az emberek, elkezdődött a zene is, és körülbelül 70 ember dolgozott ezen a művön ma délelőttig. Abból tudom lemérni, hogy kihoztam egy doboz gumikesztyűt, és abban 100 darab van, és ma délelőtre elfogyott az összes, és valaki csak egyet vett ki belőle, úgyhogy nagyjából 70 ember kezemunkáját lehet itt látni. Nekem volt benne egy picike segítségem csak, hogy komplettírozom a végén, egy valamilyen egységes képet alkosson a dolog, de nagyon szép közös munka volt, és nem szégyeltek egymás munkáira sem rádolgozni, de tisztelettel. Tehát inkább kiegészítették egymásnak az előző festményeit, és abból kerekedett ki ez a mű, amit látszik mögöttem. Az alkotáson megjelentek Szentendre motívumai, jellegzetes, egyedi képi világa. Az ingyenes programba bárki becsatlakozhatott. Mindenki festő, csak valaki tanulja, valakiből ösztönösen jön ki, tehát valaki megfogja az ecsetet és elkezd vele dolgozni, abból valami lesz. Más kérdés, hogy a szépe vagy nem, de alapvetően mindenki festő. Jó volt látni azt, hogy az embereket földobja az, hogy lehet valami olyasmit csinálni, amit otthon nem, hogy egy hatalmas vásznat össze lehet kenni végre, és nem csak gyerekeket, hanem a felnőtteket is elég rendesen feldobta ez a téma, úgyhogy élmény volt látni. Aki kicsit félt a dologtól, azoknak segítettünk sablonokkal, direkt szentendei ős témákat gyűjtöttem össze, és akkor azokat kivagdostam kartonból, azokat lehetett körberajzolni vagy körbefesteni, de nagyon jól használták. Tehát megcsinálta valaki a sablont, és aztán tovább gondolta, tovább színezte, tovább folytatta. Nagyon tetszik a kutya középen, ha már a figurális dolgokat kérdezitek, a kutya középen az nagyon helyes,
aztán a macska is nagyon jó. A macska az különben nagyon fontos a Szentendélyen lappal életében, mert körülbelül 10 évvel ezelőtt jelent meg először a macska motívum az összes plakáton, szórólapon és programfüzeten. Azóta titkos helyeken, de mindig el van helyezve. A macska vagy fehérbe, vagy feketébe az anyagainkon, és itt is felkerült. És nagyon örültem neki, mert nem én tettem fel, meg nem mi sugaltuk, hanem magától felkerült megint a fekete macska a sárga kapuajban. Úgyhogy ő is egy kedvenc téma. Nagyon szeretem a képnek a közepét, az kifejezetten, nekem nagyon szentendői érzésem van tőle, a Girbe-Gurba utcák, a erre-arra dőlő házak, a színek, ez a mediterrán világa, a háztetőknek a színei naplementében nagyon visszaadja Szentendrét. Éppen mit festesz most ezen a képen? Szerintem egy ajtót, én úgy látom. Igen. És milyen érzés egy ekkora nagy vászorra festeni? Olyan, mint sok vászonra egyszerre. Egyébként szeretsz rajzolni? Igen. És mi az, amit szívesen rajzolsz? Hát állatokat, meg ilyesmiket. Esetleg ide is felkerül egy cica vagy egy kutyus? Hát rajzolhatok. Melyik a kedvenc színed? Lila. Akkor itt is majd látunk lila színt, és akkor tudom, hogy ez te voltál. Hát lehet, hogy keverek. Jól van. Egyébként hogy érzed magad ezen a rendezvényen? Jól. Mi tetszik a legjobban? Ez a vászon. Az elkészült művet bárki megcsodálhatja a későbbiekben is. Zarubai Bence azt is elárulta, hogy hol lesz látható az alkotás. Tudomásom szerint a Dunaparti Művelődési Ház fogja felhasználni ezt az elkészült művet, és valahol nyilvános helyen, belső kerítésen, tűzfalon el fogják helyezni ezt, és mindenki, aki dolgozott benne, de aki nem is, jöhet és csodálhatja és örülhet neki. A zenei aláfestésről a két nap folyamán a Night and Day trió gondoskodott, melynek tagjai Petrovics Sándor gitáros, Barakonyi Bruno bőgős és Szatmári Kristóf szaxofonos. Ők a Night and Day trió, Szentendrei ilyen nappalra természetesen a Night and Day trió szolgáltatja a zenét. Ők szintén hozzátartoznak ehhez az a produkcióhoz, nem csak festni lehet, hanem közben zenét is lehet hallgatni. Szentendreiek mindannyian, és hát nagyon jó barátok vagyunk amúgy. Tegnap délelőtt zenéltek, ma pedig délután zenélnek, és kifejezetten jazz standardeket játszanak, ami egy nagyon jó háttér alá festés, de azt tudni kell róluk, hogy mind a hárman nagyon komoly profi zenészek. A Fessük le Szentendrét program sikerrel zárult. A szervező szerint több mint 70-en éreztek magukban elég tehetséget vagy bátorságot ahhoz, hogy ecsetet ragadjanak. A Ferenci Múzeumban a Barcsai teremben indul el szeptember 10-én csütörtökön 18 órakor Eckler Dezső építész előadás sorozata Szentendrei Építészeti Szalon címmel. 4 hónapon át követhetik az érdeklődők előadásait az építészet nyelvéről, megismerhetik, ahogy a város íródik, megtudhatják azt is, hogyan olvashatók a térbeli történetek és hogyan születnek az építészet metaforái. Végül nézzük a várható időjárást. Kedre a hidegfront elvonul és kiderül az ég, szinte zavartalan lesz a napsütés. Kora reggel 7-15, délután 23-28 fok várható. Ennyi fért mai adásunkban, nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Elbúcsúztatta a Szentendrei Katolikus Egyházközség a keresztelő Szent János plébánia káplányát, Bacsa Dávidot. Fertőtlenítő szerekből álló csomagot vehetett át szeptember 1-én az önkormányzat az Állami Egészségügyi Ellátóközponttól. A Ferenci Múzeumban, a Barcsai teremben indul el szeptember 10-én csütörtökön 18 órakor Eckler Dezső építész előadás sorozata. Ennyi fért mai adásunkba, ez volt a Szentendre ma. Híradóval legközelebb kedden este 7 órakor várjuk majd Önöket, híreinket pedig addig követhetik weboldalunkon is a szentendre.media.hu per TV Szentendrén, ahol egy kattintás után élőben is nézhetik adásunkat. Ne menjenek messzire, mert hamarosan kezdődik a Hétembere című magazinműsorunk itt a TV Szentendrén, és a közösségi oldalakon is folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!